Köszöntöm a 9 TV nézőit, júniusi közélet című műsorunkat látják. Vendégeink a stúdióban a frakcióvezetők. Havonta egyszer jelentkezünk műsorunkkal. Valószínű ez a nyár előtti utolsó közélet. Szeptemberben fogunk majd legközelebb jelentkezni. Természetesen, ha addig bármi olyan történés van, vagy esetleg rendkívüli testületi ülés, akkor újra fogunk a nyári szünetben is jönni. A témák tekintetében most is főként a testületi ülésen, ülés napirendjeiből válogattunk. Van olyan is, ami nem volt a testületi ülésen, viszont különböző csoportokban ugye olvashattunk akár felháborodást, akár kérdéseket. Én elsőként, amivel indítanám a mai adásunkat, ez az újságelosztó ládák, ami ugye több helyen van a kerületben elhelyezve, ez még mindig, hogyha jól tudom, még mindig tesztjelleggel van, ugye? Tehát, hogy még nincs vége a tesztelésnek. Hát nagyon sok panasz érkezett, többek között a 9-ben az életcsoportban is olvashattunk, és láthattunk is fotókat, hogy van, aki szemetesnek használja, van, aki kiszedi az újságokat, eldobálja. Hogy lehet-e ez hosszú távon megoldás? Már nem, nyilván nem ez, hogy szemetesnek használják, hanem az, hogy ez a rendszer működőképes legyen. A hagyományokhoz képest úgy tűnik, megint nekem kell kezdeni. Hölgyek előre. Köszönöm szépen, jó. Tehát ugye ez egy valóban egy tesztjelleg volt ahhoz képest, ami előzőleg volt. Ugye itt a költségek csökkentése is egy fontos szempont volt, hogy 38 ezer példány helyett csökkentve legyen a példányszám, és azért mindenki számára elérhető legyen. Ez egy alapfelállás egy kerületi újság tekintetében. Én azt gondolom, hogy ez így rendben van. Úgy tűnik, hogy azért, ugye mivel tesztjelleg van, tehát a végső számok és az, hogy így milyen példányszámban, vagy hogy vitték a kerületiek, ez majd a végén fog kiderülni. Én annyit azért hozzátennék, hogy ugye ez a szemetes zsákkal való lehúzás, ez valószínű nagy közvéleménykutatást, ehhez nem kell drága pénzen megrendelni, hogy ez valószínűleg azért nem mindenkinek tetszik ez a fajta újságszemlélet, ami most van. Más vélemény? Ja. Ami egyébként engem őszintén meglep, hogy ahogy észrevettem, a panaszok nagy része nem is azzal kapcsolatos, hogy nem férnek hozzá az újsághoz, hiszen ugye ezeknek az elosztópontoknak az volt az elsődleges célja, hogy mindenki hozzáférjen az újsághoz, mert ugye a postai kiszállítása nagyon sok probléma akadt, tehát többen is szóltak, hogy nekik évek óta nem szállítják ki ezt az újságot, és ugye így mindenki el tudja érni. Tehát szerintem ez a része, úgymond ennek a teszt időszaknak mindenképpen pozitív, illetve láttam egy ilyen kommentet, amelyik vicceskedve megjegyezte, hogy hát persze azt a elosztó dobozt lehet szemetesnek használni, amiből elvitték az újságot, mert üres. De tehát az, hogy tényleg szemetesnek használják ezeket az elosztó dobozokat, ez egy olyan probléma, amivel mi nem nagyon tudunk olyan szempontból mit kezdeni, hogy tényleg én is láttam olyat, hogy tele volt dobálva egy ilyen elosztó doboz, és ott volt tőle 3 méterre egy üres kuka. Tehát, hogy szeméttel volt tele dobálva nyilván. Igen, akkor, igen. Tehát, hogy direkt az elosztó dobozba dobálták valakik a szemetet, pedig ott volt mellette tényleg egy üres kuka, tehát még ott arról se tudtunk beszélni, hogy tele voltak a kukák. Tehát, hogy a kutyaürülékes téma kapcsán is beszéltünk arról, hogy egyébként ez bizonyos szempontból egy edukációs kérdés is, hiszen nagyon sokszor felmerül az, hogy tényleg mindenkinek azzal kellene foglalkozni, és mindenkinek egy kis figyelmet fordítani arra, hogy a közös területeinket, a közös közterületeinket együtt tartsuk tisztán, hiszen ezt csak együtt tudjuk megtenni. Úgy látszik, hogy itt akkor még kell némi edukáció ebben a témában. Én azt látom, hogy ez egy jó vizsgázott rendszer. Tehát az, hogy ugye az újság az korábban 38 ezer példányban jelent meg, és a 38 ezer, ez azt jelenti, hogy 38 ezer ember kapta meg az újságot, és a 38 ezerből van, én 3 név szerinti panaszt tudok, az még az ezrelékes számot sem éri el, tehát a panaszoknak a számát nagynak nevezni, ebből kifolyólag szerintem nem lehet. Tehát akkor lenne probléma ez a terjesztés, hogyha ezres nagyságrendben jönnének a panaszok, hogy problémás a terjesztés. Az, hogy van 3 ember... Nem is a terjesztés a problémás igazából, hanem a gyűjtőpontos használata. Igen, tehát van 3 eset, tehát 3 jelzés. A 38 ezerből én azt gondolom, hogy bárcsak minden rendszer ilyen jól vizsgázna, hogy csupán 3 elégedetlen
panasz érkezik, nem ezres nagyságrendben érkeznek a panaszok. Tehát nem, még százalékos számot sem éri el egyébként a problémás eseteknek a száma. Amit én viszont látok, és ez egy tök jó folyamat, hogy az újságnak az olvasottsága kikerült a közterületekre. Tehát nagyon sokan vannak, például a Bakástéren, akik elvesznek egy újságot, leülnek ott a padra, elolvassák. Korábban ilyen nem volt. Nem láttuk azt, hogy emberek kiülnek parkokba és a helyi újságot olvassák. És ez jó dolog. Szerintem ez mindenféleképpen egyébként érdemes egyébként megtartani, meg támogatni. No, amivel meg probléma volt, az előző terjesztési rendszer. Nem lehetett úgy kitenni Facebookra egy hírt, egy megbeszélést, egy újsággal kapcsolatos, vagy helyi tévével kapcsolatos témát, hogy ne özönlöttek volna a terjesztési problémák. Uh-huh. Ebbe a házba nem jutott, itt dobálták szét, stb. Tehát szerintem ez a rendszer jó vizsgázott, szerintem érdemes ezt fönntartani, amit a frakcióvezető asszony társadalom is mondott, hova tovább, fele annyiba kerül, mint az előző. Ez is egy szempont. Tehát én azt gondolom, hogy önmagában ez jó irány, ezt meg kell tartani. Egyébként erre vonatkozóan nyilván a lakóktól is várunk visszajelzéseket, akár a televíziónak a telefonszámát lehet hívni, üzenetrögzítőn el lehet mondani a véleményüket, hogy mennyire vannak megelégedve ezzel a terjesztéssel. Ha már említette ön itt a kutyapiszok kérdését, akkor egy picit erre is menjünk, hiszen hogy a köztisztaság az is mindig minden egyes műsorunkban kérdés. Most is olvashatunk például, hogy a Mester utca eleje mennyire koszos, és a hajléktalan kérdés, illetve a problémás emberekkel van tele, meg szeméttel. Ez a problémás emberek kérdése, ez egyébként felmerült a Bakástéren, amikor volt a polgármester asszonynak a fogadó órája, ott is többen jelezték, hogy ez probléma. Ebben mit tud tenni az önkormányzat, hogyan tud segíteni? Hát ugye a Mester utca és a Mester utca eleje is, illetve a körúti rész, az ugye fővárosi fenntartású terület. Tehát nekünk, a kerületnek azért elég korlátozottak a lehetőségeink a rendbetételre. Maximum annyi, hogy ugye a főváros helyett végezzük el a egyébként hozzá rendelt feladatokat, amit azt gondolom, hogy ezt azt lehet mondani, hogy ciklusokon átívelően ez mindig megtörtént. Most is valószínűleg megtörténik, de hát ugye ez megint egy olyan kérdés, hogy amikor most ez a felvétel lesz, szerdán fővárosi közgyűlés lesz, ahol többek között a köztisztaság kérdése is szóba kerül, ugye a polgármester asszony a fővárosi közgyűlés tagja. Tehát én azt gondolom, hogy az a legfőbb döntéshozó szervnél neki ezt jelezni kellene, hogy itt ennek a kerületnek problémája van az ő általuk kezelt és fenntartott területtel. Én kíváncsi leszek, hogy lesz-e ilyen irányú jelzése egyébként, illetve azt sem tudom én, vagy legalábbis a mi frakciónk nevében tudok csak beszélni, hogy ő egyébként folytat-e egyeztetéseket, vagy jelzi-e a főváros felé, hiszen nem kapunk visszajelzéseket arról, hogy a kerület polgármestere ezeket a problémákat, amiket ugye azért online felületeken olvasunk, tehát elméletileg az általa moderált felület, vagy a kollégái által moderált felületeken is látható és olvasható, hogy ezekre ők vajon keresnek-e megoldást vagy problémát, vagy megint a képviselőtestületnek kell majd ezt is megoldani. A hajléktalanság kérdése ugye az alapvetően nem kerületi hatáskör. Itt egy kicsit azt kell látni, hogy Magyarországon egy nagyon komoly gazdasági és ennek okán társadalmi válság elé nézünk szembe, tehát sajnos a hajléktalanság problémája az egyre rosszabb lesz várhatóan az elkövetkezendő években. Tehát, hogy aki lakbért fizet, mert albérletben lakik, az látja, hogy milyen bődületes árak vannak, az ingatlan árakat is látjuk, tehát a hajléktalanság kérdése az sajnos még itt lesz velünk még egy ideig. Amit a frakcióvezető asszony mondott, azt még én azzal egészíteném ki, hogy ugye ott van a Boráros tér, a Mester utca végétől szó szerint egy köpésre, és a Boráros tér az sajnos nagyon híres arról, hogy ott rengetegen napközben is ott vannak, szotyiznak, italoznak az utcán, tehát hogy ez a probléma, ez már nagyon, nagyon régen itt van, és ugye ez a kettő kapcsolatban áll egymással, tehát akik eljutnak így a Mester utcába, azok nagyon sokszor egyébként általában a Boráros téren vannak. Tehát ugye most meg fog újulni a Mester utca, a Boráros tér felújítása, megújítása az,
az még szerintem jó pár évig nem várható. Tehát itt egyébként úgy gondolom, hogy nekünk helyben kéne valamit csinálnunk, hisz rengetegszer látjuk azt tényleg, hogy a főváros onnan fentről nagyon messziről nem tud lenyúlni az ilyen szintű helyi problémákra. Én várok valamennyi javulást a Mester utca felújításától, hisz akkor lesz egy olyan tiszta, olyan rendezett és új közterületünk, amire együtt tudunk majd vigyázni. Én azt gondolom, hogy az a célszerű foglalkozni, mert a dolgunk, tehát itt a kollégáink elmondták, hogy a Mester utca nem a kerületnek a dolga, hanem a fővárosnak a dolga. Tehát a Mester utca vége, a külső Mester utca, az meg a mi dolgunk lenne. Katasztrofális állapotban van a külső Mester utca, ugye ez a Praktikertől kifelé egészen az Illatos útig tartó szakasza a Mester utcának, az kerületi fenntartású. Régen 70 km/h lehetett haladni az úton, olyan állapotban van az út, hogy most már csak 40 km-es korlátozó táblákkal lehet menni, hatalmas kátyúk vannak az úton. Ez tényleg így van. Gyakorlatilag a mellette lévő ültetett fasor az már évekkel ezelőtt kiszáradt, ott vannak a kiszáradt fák. Mi ezt jeleztük évelején a városvezetésnek, és jó hír, hogy a költségvetésbe bekerült ennek az útnak a felújítási része. Tehát ami a mi dolgunk a Mester utcából, az meg fog történni. Itt lesz egy alaposabb ráncfelvallása a Mester utcának, a külső Mester utcának, én nagyon bízom benne, hogy ez az idei évben meg fog tudni valósulni, hanem idei évben, de a következő évben ez a projekt, ez kész lesz. Na, ez egy nagyon jó hír. Ha már említette... Hát azért, bocsánat, annyival azért kiegészíteném, és két dologra hadd reagáljak. Az egyik az útfelújítás. Az útfelújítás az minden évben benne volt a költségvetésben. Csak ugye az árszámadásnál láttuk és tapasztaltuk, azért ezt nem mondhatják el azt önök, hogy azért ezt maradéktalanul teljesültek az útfelújítások az előző években. Tehát, hogy azért ebben van elmaradás, amit pótolni kell a városvezetésnek. A hajléktalan kérdésre meg annyit, hogy hajléktalan kérdés mindig is volt. Ezt mostani válságra fogni, hogy most van hajléktalan kérdés, ez azért egy kicsit elferdíti a valóságot. Egyet ne felejtsünk el, hogy a hajléktalan kérdés megoldása az egyébként mindig kérdéses volt, hogy főváros, kerületek, kinek a feladata lenne. Ugyanis azért itt az előző ciklusokban a közterület felügyeletnél működött külön egy olyan csoport, akik a hajléktalanokkal foglalkoztak, úgymond, és segítették őket adott esetben, akár a személyi papírjaikhoz, hozzájutáshoz, hogy el tudjanak menni dolgozni, akár szállásintézésben. Tehát, hogy ezzel volt feladata az önkormányzatnak, most sajnos ez a csoport, ez nincsen, és ez meglátszik most, hogy nincs ez a csoport, úgyhogy lehet, hogy azon kellene valamilyen megoldást találnunk nekünk képviselőknek, hogy ez a működés, ami egyébként előtte évtizedeken keresztül működött, hogy ezt valahogy visszahozzuk a rendszerbe. Szóval, ha az újításokkal kapcsolatos kritikát megfogalmazza a frakcióvezető, azt mondja, akkor mondjuk el azt is, hogy amikor létrejött a rendszerváltás, akkor ugye ezt a feladatot az önkormányzatokhoz tették. Ez a mi feladatunk, tehát a mi hatáskörünkbe kerültek. És a forrás oldala az volt, hogy a gépkocsik után az önkormányzatok kapták meg a súlyadó bevételt. Ez egy jelentős mennyiségű tétel volt, és hát mit ad Isten, a pandémia alatt a Orbán kormány egy tolvonással elvonta az önkormányzatoktól a súlyadó bevételt, és most az befolyik a nagy államkasszába. Tehát azért a serpenyőnek a másik oda, persze el lehet azt mondani, hogy sok feladat lenne az útfelújítással kapcsolatosan, csak önök elvitték azt a pénzt, amit annó azért hagytak az önkormányzatoknál, hogy ebből meg lehessen csinálni. Mekkora összeg volt a súlyadó összeg? Jelentős hát összeg volt. Konkrétan, hát ezt úgy érdemes erről beszélni, hogyha tudja pontosan, hogy mi az az összeg, amiről beszélünk, és az a költségvetésnek mekkora része. Jelentős több 10 milliós összeg volt a súlyadó bevétel, de most ugye nem azt akarja bebizonyítani, hogy ha kevesebb pénz van, akkor az jobb az önkormányzatoknak. Hát azért, nem ezt azért, mondtam, azért, ezt nem azért... ezt mondtam, tehát hogy akkor, amikor ön több 10 milliós bevétel kiesésről beszél, és mondjuk van egy 30 milliárdos fő költségvetési összeg, akkor azt nem nehéz kiszámolni, azaz hány százaléka a költségvetésnek. Tehát én azt gondolom, hogy átcsoport, észszerű átcsoportosítással ezt az önkormányzat kasszája egyébként, hogyha mondjuk nem műanyag szobrokra, meg hungarocell szobrokra adunk ki több millió forintot, akkor pillanatok alatt meg lehet találni rá a forrást.
Tehát én értem, hogy hova szeretné ezt a dolgot kihozni, de azt is meg szeretném, akkor kérdezem, hogy visszamegyünk a kezdetekhez, hogy tessék mondani, és akkor, amikor 2010-ben az önkormányzat mínusz 4,5 milliárdos átadás átvétellel történt, és aztán történt egy kormányzati konszolidáció, akkor arról miért tetszik elfeledkezni? Tehát, hogy azért kapott az önkormányzat elég sok pénzt a kormánytól az évek alatt, hogy ha a mérleg két serpenyőjét tesszük, akkor azt hiszem nem azt gondolom, hogy a súlyadó mértékére fog elbillenni az összeg. Tehát, hogy azért ezt azért tegyük helyre, és tegyük tisztába ezt a dolgot, arról nem beszélve, hogy az idei évben még magasabb a fő költségvetési összeg a várható bevételek alakulása szerint. És ha jól emlékszem, akkor az útfelújításoknál a tavalyi keretösszeg sem lett teljes mértékben felhasználva, tehát van az idei évre áttéve és átcsoportosítva olyan összeg, amit még az idei tervezethez képest még pluszba hozzá lehet tenni. Én erre szerettem volna felhívni a figyelmet, de hát, hogy elvihetjük ebbe az irányba is, de akkor megint nem marad minden témára. Szerintem az, hogy ha az önkormányzati gazdálkodásról beszélünk, az egy fontos kérdés, mert ugye az határozza meg igazából minden szakpolitikának az alfáját és omegáját, mondjuk ki, mire van pénz. És az, amit ön mond, hogy 2010-ben milyen volt az önkormányzatok gazdálkodása, és ma most itt 2023-ban milyen, ez nagyjából olyan dolog, mint az almát meg a körtét összehasonlítani. Hát az ön világlátásában. Ugyanis volt rengeteg jogszabályi változás, amiből kifolyólag másképp kell gazdálkodni egy önkormányzatnak, más logikákat kell érvényesíteni a gazdálkodása során. Ma a törvények szerint nem is lehetséges az egyébként, hogy egy önkormányzat hitelt vegyen föl, vagy a mérlege egyébként mínuszba forgulja. Nem is szükséges hitelt fölvenni. De ez nem azt jelenti egyébként, hogy az a működés jobb vagy rosszabb. Ez azt jelenti, hogy más. Amikor arról beszélgettünk, hogy mínuszba fordultak egyébként az önkormányzatok, és ez most pártszinttől függetlenül, mert volt olyan... Én nem hoztam be pártpolitikát. Persze, világos, mert volt olyan fideszes önkormányzat, amelyiknek szintén volt egyébként jelentős adósság, és volt olyan szocialista önkormányzat, amelyeknek... De én most a kerületről beszélek, más önkormányzatokkal ne hasonlítsuk össze, mi maradjunk a mi kerületünknél, nekünk ez a dolgunk, hogy a saját kerületünkkel foglalkozunk. Érdemes azért kitekinteni, de ez azt jelentette, hogy az a pénzből feladatok valósultak meg. Most meg az a probléma, hogy úgy változott meg az a gazdálkodási rendszer, az a gazdálkodási modell, amit a Fidesz befezetett, hogy a feladatok nehezebben tudnak megvalósulni, mert rendelkezésre... Hát hogy tud nehezebben tudnak, ne viccelj, amikor ott van rátéve, csak most mondok valamit, 10 forint, mindig, és abból elhasználunk 2 forintot, azért, mert minden akkor egyes, mi nem, mert, mi a, minden egyes alkalommal a projekt felelős. Megindításakor rendelkezésre kell állni a meglévő forrásnak, és nem lehet az, ami volt a korábbi gazdálkodásnál, hogy tudjuk azt, hogy egy év, két év, három év időintervallum alatt nekünk lesz forrásunk rá, tehát el tudjuk indítani a projektet. Hát pont ez a probléma, ezért lassabb az önkormányzatoknak a működése, hogy a projekt elindításakor, egy 4 milliárd forintos projekt elindításakor ott kell lenni a kasszában 4 milliárd forintnak. Hiába tudjuk azt, hogy a következő években lesz majd bevételünk, nem tudjuk elindítani a közbeszerzést, mert nincsen, megváltozott a gazdaságkodási törvény. És ezen a súlyadó miatt van, hogy egy 4 milliárdos beruházást nem tudunk... Nem, ez alapvetően az, hogy megváltozott a... Nem az almát meg a körtét, hanem azt mondom, hogy alapvetően 2010-hez képest az a jogszabályi környezet, ami szabályozza azt, hogy az önkormányzatok hogyan és milyen módon gazdálkodhatnak, az megváltozott. Igen, az természetes dolog volt a 2010 előtti önkormányzati gazdálkodásban, hogy önkormányzat tudott hitelt fölvenni, kötvényt kibocsájtani. Meg is lett tehát, az eredménye. Meg, igen, fejlődött minusz a kerület. Tehát bocsánat, abban az időszakban haladt a legjobban a tömbrehabilitáció. Bocsánat, az a pénz, az emberek le lett költve. Házakra. Hát mire lett költve? Jó, már a tömbrehabilitációt kimondtad, vagy szeretne még igen, mondani? Mielőtt áttérünk a tömbrehabilitációra, mert érzésem szerint az gyakorlatilag a maradék adásidőt elviszi, tehát hogy egy kicsit kanyarodjunk vissza egyébként megint arra, ami a kérdés volt. Tehát ugye
a hajléktalan emberek helyzete. Tehát mondta, hogy a közterületfelügyeletnek volt egy szakosodott csoportja, na most jelenleg ott vagyunk, hogy ott van a Tűzoltó utcában a lélekpont, ami ugye a szociális munkásoknak az egyik kirendeltsége, és nekem egyébként többször segítettek olyan ügyekben, ahol tényleg hajléktalan embereknek kellett segíteni, tényleg lakcímkártyát igényelniük, ugye lakcím nélküli lakcímkártyát, meg ilyeneket. Csomó ilyen dolog. Tehát amikor egy hajléktalan azért kért segítséget, mert szó szerint nem volt ruhája és télen ott fázott, akkor oda tudtam őt vinni, és ott ellátták, adtak neki adományruhát. Tehát a szociális munkásaink egyébként rendkívül jól dolgoznak, és iszonyatosan nagy erőfeszítéseket tesznek, hogy ez a probléma enyhüljön, viszont tényleg ott tartunk ebben a társadalmi válságban, hogy sajnos az önkormányzat erőforrásai már nem elegendők ehhez. Tehát, hogy egy állami segítség kéne, vagy pedig már csak ugye az, és ezt mindig elmondom, hogy a szolidaritási hozzájárulási adóval az állam ne vonjon el olyan forrásokat a kerülettől, amit az emberek azért fizetnek be, hogy abból a kerület problémáit lehessen megoldani. A ferencvárosi emberek is fizetnek személyi jövedelemadót, a ferencvárosi emberek is fizetnek áfát, ezek mind az állami bevételekhez mennek. Az állam ezek fölött, a bevételek fölött kellene, hogy elsősorban gazdálkodjon, és nem az kellene, hogy ahhoz, hogy az állam el tudja látni a feladatait, ahhoz az önkormányzat zsebéből vesz ki még plusz pénzt. Hát a szolidaritási adónál viszont ugye azt a tételt viszont elfelejti, hogy ennek van egy kompenzációs része, ugye amit azért ezt Kálai Gáborné minden egyes alkalommal elmondja, amikor ez a, és ő nálunk ebben a költségvetésben, ő nagyon otthon van, és a költségvetés számaiban, hogy azért ő mindig elmondja, hogy ehhez a szolidaritási adóhoz képest azért van egy kompenzálás, ami azért, ha nézzük a két összeget, azért a kettő különbsége, az nem egy olyan jelentős tétel, aminél azt lehet megint mondani, hogy egy ekkora főösszegű költségvetésnél ez nekünk problémát jelentene. A szolidaritási adóról meg egyébként annyit, hogy a szolidaritási adó lényege ugye pont az volt, hogy azoknak az önkormányzatoknak jusson, amelyek, bocsánat, nem rendelkeznek akkora adóerővel, mint mondjuk Ferencváros, vagy Budapest, vagy a budapesti kerületek. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan része a szolidaritásnak és a segítésnek, amit azért nem szabad elfelejteni. A hajléktalan kérdésnél én, ha félreérthető voltam, én nem próbáltam azt, hogy a szociális munkásaink nem dolgoznak, sőt, ugye ez a két csoport kifejezetten együtt tudott dolgozni ebben, csak most az egyik láb egy kicsit ki lett lőve, és azért most valóban sokkal több feladat hárul a szociális munkásainkra, és most mivel jön a köztisztviselők napja hamarosan, minden tiszteletem az övék, és köszönjük szépen a munkájukat mindenki, aki az önkormányzatnál dolgozik, mert pontosan ők azok többek között, akik ezt az önkormányzatot viszik a hátukon, és mi döntéseket hozhatunk, és ülhetünk itt, és beszélhetünk a döntéseinkről. Ezt a kompenzációs dolgot azért nyissuk egy kicsit ki, mert azért itt, és itt azért mondjuk én Cserpalkovics Andrással, aki nem lehet mondjuk azzal vádolni, hogy mondjuk ellenzéki lenne, ő Székesfehérvár fideszes polgármestere, azért nagyon szépen világosan levezette, hogy ennek a kompenzációsnak egy része likviditási kompenzáció. Ez a nagy az azt jelenti, hogy az önkormányzatnak a pénzügyi bevételi azok hullámzóan érkeznek be, hogy mindig legyen az önkormányzatoknál pénz, ezért kapunk egy likviditási kompenzációt. Most a likviditási kompenzációt egy az egybe visszaszedi az év végén. Tehát persze, számszakilag rendben van a történet, mert beérkezik a költségvetés is sorra, hogy hú, mekkora állami támogatást kapunk, de meg kell nézni a kiadási oldalt is, ami egy az egybe visszaveszi az állam a nagy önkormányzatoktól a likviditási kompenzációt. Bocsánat, szolidaritási adót mi nem fizetünk be, csak mondom, tehát felvezetőtársainak nem fizetjük be effektív a szolidaritási nem, mert, adót. Persze, mert oda se mondom, adják, mert oda se adják nem, nekünk. Ez nem igen. Befizetés, meg kifizetés. Igen, igen persze, igaza van, mert oda se, oda, ezt is igen, igen, mert oda se adják. Viszont ennek a szolidaritási adónak azért alapvetően a létezése szerintem nagyon kontraproduktív. Mert igazából elviszi a forrásokat, a működő forrásokat a központi régióból, tehát itt ugye Pest megye is ugyanúgy egyébként érintett ebben a történetben, nem csak Budapest. Tehát ahol egyébként a legnagyobb GDP termelődik, az országnak azoknak a részében, ahol kevésbé termelődik GDP. Ez önmagában helyes is lenne. Tehát ez önmagában ezzel helyes is lenne. Viszont, mivel ezek az önkormányzatok nem arra vannak rákényszerítve, és nem is olyan programok vannak kiírva,
ami ipar, gazdaságot fejlesztene az adott régióban, hanem megcsinálnak ilyen bicikliutakat, meg lombkorona nélküli lombsétányokat, meg mit tudom én, milyen borzalmakkal van tele egyébként a sajtó, ezekre megy a pénz. Tehát ezek vannak ezt egyébként, honnan tudja, ezek hogy vannak, erre ezek vannak finanszírozva. Azért, mert csak amióta, ez most egy azért, megint egy demagógia az ön azért, részéről, de jó messzire eljutottunk az útfelületi útfelújításoktól egyébként, azért, csak ez megint egy azért, rossz példa frakció, és rossz azért, párhuzam. Mert frakcióvezető asszony, én figyelem a KSH-nak az adatait. És a KSH statisztikai adatai készítenek regionális gazdasági jelentéseket. És az a helyzet, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy még ennek ellenére is a központi régió fejlődik, gazdasági értelemben az országnak a többi része, bizonyos részei még az országnak, mondok rosszabbat, gazdasági visszaesés történt, amióta a szolidaritási adóba van vezetve. Tehát, hogy léteznek mondja, statisztikák. Hogy hagyjuk cserben azokat az önkormányzatokat, akik nem rendelkeznek akkor erővel, mint Ferencváros, mert egyébként mi a fenének de nem a szolidaritás? Tehát, hogy, nem cserben hagyni, de azért őket arra, ez, hogy ez a politika, ez olyan, hát ez a politika, minthogyha képzeljük azt el, hogy van egy jó úszó. És a jó úszót azért büntetjük, mert ő jól úszik a többi kevésbé jó úszónak a rovására. És azt mondjuk neki, például mondjuk Hosszú Katinkának, hogy kedves Katinka, neked két körrel többet kell leúsznod. Ez a logikája egyébként a szolidaritási adónak. Nagyon szép. Elviszük egy demagógia irányába. Tehát konkrétan ugye az a helyzet, hogy azért addig a mértékig, ameddig önök bevezették a szolidaritási adót, az már konkrétan ezeknél a városoknál az ellátást veszélyezteti. Jaj, Istenem! De nem jaj, Istenem! Hát jó, nézze meg, hát egy, hol, nézze hol, meg, hol nézze meg azt egyébként, hát látjuk. Hol tetszett látni? Hát nézze, na, hát bocsánatot kérek, Győr városa. De én meg globálisan beszélgetünk az önkormányzat, de egy önkormányzati rendszerben van. Győr városa konkrétan, ami szintén fideszes vezetésű, zárta be folyamatosan a szerintem ezt a vitát zárjuk le. Zárjuk le, mert még kettő témánk van hátra, és nem haladunk szemben. Szerintem most így maradunk az, hogy az önkormányzat milyen gazdasági környezetben, meg milyen kormányzati környezetben kell működnie, arról igenis kell egyébként beszélni. Igenis el kell mondani azt. De az egy külön téma lenne, és az nem a mi feladatunk, hanem mi tömbrehabilitáció. Szeretnék kimondani ezt a szót, ami valószínű, hogy a maradék, ami már nem is lenne igazából erre műsoridőnk, de muszáj erről beszélnünk, minden egyes műsorban beszélünk, most is fogunk. Ugye nem szaporítanám nagyon a szót, át is adom rögtön a lehetőséget önöknek. Ugye a testületi ülésen volt erről is ugye szó, mint mindig, emelték ezt úgynevezett menekülési összeget. Itt a Balázs Béla utca 27 per B, ezt így gyorsan elmondom, itt ugye már az ütemterv szerint őszre el is készülhetnek a lakások, a felújítás után a házban 18 új lakás áll majd az önkormányzat rendelkezésére, ez egy nagyon jó hír. Ugye ez a menekülési összeg emelése, ez a Drége és a Haller 54 kapcsán, nem aznak a kapcsán jött szóval. Azzal kezdődött. Azzal kezdődött, igen. Igen. Azzal kezdeném, hogy ugye van ez a önkéntes lakás lemondásért járó kompenzáció, amit lehet. A lelépési pénz az összeg, mert ugye a menekülési pénznek már önmagában van egy nagyon negatív konnotációja. Tehát igen, a Balázs Béla 27 tervezése az már lassan az utolsó szakaszokba érkezik, ugye részletem a tervtanácsi ülésen, nagyon-nagyon szép épülettel fog gazdagodni Ferencváros, hogyha majd ez a kivitelezés is véget ér. Ugye Kállai Gáborné adta be most ezt a lakásrendelet módosítót, ami gyakorlatilag újra a testület elé vitte a lelépési pénz témáját, és ugye meg is emeltük végül az összegét, illetve hát még nem történt meg, mert ez egy két fordulós rendelet módosítás, tehát a végső döntés az várhatóan szeptemberben fog megtörténni. Ugye a frakcióvezető az, hogy még biztosan ki fog egészíteni, hisz az ő frakciójuk javaslata volt, viszont amit én leginkább kifogásoltam, ami eleme volt ennek a rendelet módosításnak, az az időhatár. Tehát úgy szólt ez az egész javaslat, hogy 2024. december 31-ig
lehet ezt a lehetőséget igénybe venni. Ugye volt mögötte egy ilyen kimondatlan üzenet, hogy utána vissza fog csökkenni. Gyakorlatilag megint ez az összeg a jelenleg hatályos összegre. Ez szerintem azért problémás, mert gyakorlatilag egy ilyen itt és most helyzetet teremtünk ezzel a szociális bérlakásokban élőknek, és azt mondjuk nekik, hogy most igényed meg ezt a pénzt, most add vissza a lakásodat, hisz később nem fogsz tudni ekkora összeget kapni érte. Ez azt eredményezné, és ugye erre már látunk jeleket, hogy megrohamozzák az emberek a vagyongazdálkodási irodát, ahol ezt intézik, és bődületesen sok jelentkezést, illetve igénylést adnak be, amire viszont egyszerűen nekünk nincsen költségvetési forrásunk, hiszen szabad keretet 400 milliót tettünk be ebben az évben, ami önmagában is egy hatalmas összeg, viszont ha a tömbrehabilitáció egészét nézzük, akkor már nem is tűnik annyira nagynak. Tehát a végső elfogadott verzió szerint, hogyha 30 négyzetméteres lakásokat nézünk, mert ugye a tömbrehabilitáció az jó rész kis lakásokból áll, akkor 20 és fél, tehát hogy 20 lakás megváltására van jelenleg pénzünk, hogyha az egészet erre használjuk föl, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy más házakból is azért érkeztek még igénylések, tehát más házakban is az emberek szeretnék még visszaadni a lakásukat. Tehát annak én örülök, hogy ezt az időbeli kérdést ezt lezártuk, mert tényleg nem lenne jó, hogyha egy ilyen itt és most helyzetet alakítanánk ki, mert önmagában már nagyon feszült most a tömbrehabilitáció kapcsán így a szociális bérlakásban élők helyzete, és nem lenne jó ezt még tovább úgy feszíteni, hogy tudjuk, hogy végső megoldás sajnos ugye nem lehet még ilyen gyorsan adni. Most hadd adjuk meg Tózsa Sándornak a szót, mert nem tudom, én azt gondolom, hogy Takács úr átaludta itt az elmúlt két évet, mert ugye a Kálai Gábornél kezdeményezte ezt a elépés, mert ez teljesen megbíjuk döbbenve. Mi frakciónk két éve szorgalmazza ezt. Tehát én többször be is terjesztettem. Most a módosításra gondolt. Hát most a módosításra gondolt. Bocsánat, tehát az, hogy önmagában meg kell emelni ezt a tényt. Többször beterjesztettük egyébként. Valóban igaz, hogy sem Takács úr, sem Gyurákovics András nem szavazta meg a mi javaslatunkat. Úgy látszik, gondolom én, hogy a Momentumnak szimpatikusabb volt, hogyha ez nem egy szocialista terjesztében, hanem egy fideszes, mert akkor a sokkal jobban meg lehet egyébként szavazni. Bocsánat, ez az asszonik, tehát képviselő úr, ez tényszerűleg így volt. Akkor most tisztázzuk, hogy akkor ez hogy volt, meg hogy nem volt. Csak mert én nem szeretem egyébként azt, hogyha pontatlanságok hangoznak el ebben a kérdéskörben. De nem is ez a lényeg ebben a történetben. Az a lényeg, hogy azt a kérdést kell föltenni, hogy mi nekünk a célunk. Az a célunk nekünk, hogy minél gyorsabban végigdaráljuk egyébként a tömbrehabilitációt, nem törődve azzal, hogy azokkal az emberekkel mi lesz, hova kerülnek, milyen körülmények közé kerülnek, csak megszabaduljunk ettől a problémától, vagy azt is nézzük egyébként, hogy azért nekünk felelősségünk van azokkal az emberekkel, akik a mi lakásainkban laknak. Hogyha szanáljuk, akkor kénytelenek vagyunk azt mondani, hogy annyi pénzt kell nekünk adni ezeknek az embereknek, hogy tudjanak egyébként maguknak egy új otthont vásárolni, egy normális körülmények közé beköltözni. Sajnos én tudok mondani egyébként olyan példákat, ahol úgy történt a tömbrehabilitáció meg más kerületekben, ahol ez nem volt szempont. Nekünk igazából nem lenne kötelességünk ezeknek az embereknek megváltást, az nincs ilyen törvényi kötelezettség. Van egy nagyon minimális. De ez nem egy elfogadható történet. Tehát amikor azt mondják, hogy más kerületekben, meg itt, meg ott, meg amott, milyen gyorsan megtörténtek bizonyos tömbrehabilitációs folyamatok, akkor azért azt is érdemes megnézni, hogy mit kaptak az emberek egyébként, amikor ők elhagyták az albérletüket. Tehát mi egy tisztességes feltételekkel rehabilitálunk, tisztességes körülmények között adjuk ezeket a, csináljuk ezt a folyamatot és adjuk ezeket a pénzeket, és erre kell egyébként alapvetően törekedni. Én azt gondolom, hogy a tömbrehabilitáció ez nem egy gyorsasági verseny. Tehát ez azért nagyon fontos. Itt emberek életéről van szó, hol fognak lakni. Erre a kérdésre kell egyébként válaszolni. Ez az elsődleges kérdés. Most az elfogadott összeg az a 650 ezer forint per négyzetméter. Egyébként azt hogy látják, hogy nagy az érdeklődés most, amióta így erről szó van? Bocsánat, de én még azért reagálnék, jó? Tehát, hogy még mielőtt tovább megyünk, mert azért a két frakcióvezető úr elmondta, tehát én még azért vártam itt, és itt közben írtam dolgokat. Felelősség kérdéséről beszél frakcióvezető úr, hát akkor, hogyha ön felelősnek érzi magát
a kerület lakói, akkor ez a felelősség az elmúlt 4 évben ez hol volt, hogy eddig nem történtek ezek meg. Hogy önök nagyon figyelnek arra az önök frakciója. Elolvashatja nyugodtan, amiket ja, mondtam. Nem. Úgyis elmondja. A Szobieszki 3-ból a Drége utca 12-be költöztetni a kiürítés után embereket nem tartom valószínűnek, hogy az egy felelős döntés lett volna. És különösen figyelnének arra a városvezetés, vagy aki erről döntött, én nem tudom, hogy ki döntött erről, hiszen önök jaj, a városvezetés részei. Pontosan tudja, hogy ki dönt erről. Városvezetés részei. Az eredeti előterjesztés egyébként, amit mi a frakciónk, illetve Kelai Gáboré beadott, az a két házra vonatkozott, a Drégely 12, Haller 54-re. És azért volt ez az időkorlát is egyébként benne. Csak hogy ugye a módosítás, amit önök javasoltak, hogy ne erre a két házra, hanem a teljes tömbrehabilitációra terjedjen ki ez az egész dolog, és innentől kezdve az időkorlát, az ugye, tehát az eredeti előterjesztést úgy, már bocsánat, de úgy szétmódosítozták, hogy nem tudunk az eredeti előterjesztésről beszélni jó formán. Tehát ugye, ami nagyon fontos volt, és azt elmondtuk a testületülésen, hogy mi ezt a most sürgősséggel ennek a két háznak a problémáját kellene megoldani, és ez nem a teljes tömb rehabilitációnak a megoldása lett volna, csak egy átmeneti állapot, vagy egy átmeneti intézkedés arra, ami most van, és azért volt benne az időkorlát egyébként. Az előző szavazásnál, aminél ott most itt ugye meg lettünk vádolva, hogy egyébként mi nem szavaztuk meg Tolzsa képviselő úr előterjesztését, én azért végignéztem azt a jegyzőkönyvet, hogy tudjak erre reagálni, mert ezt sejtettem, hogy fel fogja hozni képviselő úr. Akkor ugye azt, ha elolvassa a jegyzőkönyvet, azért abban az is benne van, amikor a Reiner alpolgármesterről elmondja, mert hogy az a szavazás és az a módosítás az teljesen más történetről szólt. És a alpolgármesterről elmondása szerint abban a napirendi pontban az ön módosítójáról nem lehetett szavazni. Miért? Bocsánat, lakásrendőr volt nyitva. Szavaztunk róla. De hogyha ő egy jogi álláspontot... Mi az, hogy nem lehetett róla szavazni? Hát leszavazták. Hát szavaztunk jogi róla. Jogi álláspontot elmond az alpolgármester, de akkor miért szavaztunk akkor azt róla? Gondolom, hogy nem lehetett, nekünk ezt nem lehetett, lehet felülbírálni. Nem lehetett szavazni, én értem, hogy ez önnek egy személyes sértettség. Szavaztunk róla. Önnel ellentétben mi ketten úgy tűnik, hogy inkább megvalósít. Bocsánat, itt ül mellettem frakcióvezető asszony, és nem mond valóságot. Tehát konkrétan történt róla szavazás. De én is végighallgattam őt, én sem vágtam az ön szavába. Tehát, talán annyit megérdemlek én is, még az udvariassági alapvető szabályok de szerint ne valótlanságot is, mondjam, hogy ön kérem. Is végig, erre az egy én dologra is kérem, az hogy ön volt róla szavazás. Tehát jogilag de is volt róla szavazás, hiszem, hogy meg akkor meghallgatjuk Tolzsa Sándor egy személyes produkcióját, és akkor... Hát de bocsánat, szavazott róla? Akkor miért mondja azt, hogy nem volt róla szavazás? De mivel nem tudom végigmondani, azért nem vagyok hajlandó önnel beszélgetni. Jó, hát akkor ne beszélj. Hát, de hát én is végighallgattam önt, Hát hiába vág a szavamba, nem fog tudni megakasztani, tehát ezt nagyon jól tudja már, hogy engem ez nem különösebben nem fog kibillenteni a mondani valomból, de nyugodtan csinálhatja. A végtelenségig ez nem engem minősít, hogy nem hallgat folytassa végig. Folytassa a frakcióvezető asszonynak. Jó. Köszönöm szépen ezt a lehetőséget. A hazugságát tisztáztuk, most köszönöm tovább, szépen többire. A lehetőséget. Azért én ezt egy erős állításnak mondanám, hogy valaki hazudik, azt azért. Szavaztunk róla, tényszerűleg benne van a jegyzőkönyvben. Még egyszer elmondom, hogy az a szavazás, az a szavazás, bocsánat, az teljesen másról szólt, és abban a jogi állásfoglalás szerint nem lehetett az ön módosítójáról szavazni. Márpedig, ha valaki egy felelős képviselő és a képviselő testület tagja, akkor nem hiszem, hogy az lenne a jó megoldás, hogy jogilag kétes kimenetelű, és jogilag nem biztos, hogy megalapozott módosításokról szavazunk. Az nem egy felelős képviselő egyébként az én olvasatomban, de hát ha önnek ez ennyire a személyes ambícióit, vagy a személyes sértettségét hozta elő, akkor én kérdezem én, hogy akkor miért nem tetszett már rendes előterjesztést, miért módosítókkal hadakozik itt, akkor miért nem hozott be egy előterjesztést? Most én értem, hogy a mi frakciónk előterjesztése csípi az ön szemét, de önnek is meg lett volna a lehetősége, hogy egy teljes önálló előterjesztést ebben a tárgyban letegyen az asztalra, amiről a képviselőtestület tárgyalni tudott volna.
ne a módosítóival vagdalkozzon itt, mert a módosító az nem egy önálló előterjesztés. Kellett volna akkor készíteni egy előterjesztést, és nem várni itt a CGR-re. A demagógiával nagyon nehéz egyébként mit kezdeni. Tehát természetesen volt előterjesztés ezzel kapcsolatosan, természetesen a Fidesz azt se szavazta meg. Hát ezeket ez most, hazugság egyébként, nem, hát tehát ez megint egy csúsztatás egyébként. Ülésen, ahol ez egy erőteljes csúsztatás. Az, hogy meg kell emelni a, de tudja, mit én végighallgatom ezeket. Nyugodtan, mert nem, engem nem parancsoljam. Zavar. Tehát engem egyáltalán nem zavar az, hogy engem se, de csak nem esetlegesen illik. Kommentálja. Egyébként a testületi üléseket élőben közvetítő, ez vissza is lehet nézni, így hogy van, mi volt. Pontosan, tehát, így van, ott, így van. Erre pontot pontosan. Lehet tenni persze. Ennek a végére. Tehát a gazdasági bizottsági ülésen is tudja egyébként, hogy ez egy törvényesen, normálisan beadott módosító javaslat volt. Tehát az, hogy szavaztunk róla, ez már önmagában ez erről a bizonyíték. Amit viszont szerintem fontos tisztázni, és egy picit most ne ilyen pártpolitikai acsarkodásokba. Szóval azt is tudja a frakcióvezető asszony, hogy arról, hogy ki hova költözik, arról nem bizottság dönt, meg nem politikusok döntenek, hanem arról konkrétan az irodánk, tehát az ingatlan irodánk dönt. Maradjunk annyiban, hogy én is sokszor csak fölkapom a fejemet egyébként, hogy a Drégei utca 12-ben például nem csak amit ön mond a Szobi 3-ból, de például a Soroksári útról is költöztettek be embereket. Nem tudom én sem ennek az okát, hogy miért oda kerültek be ezek az emberek. Én amikor például most volt egyébként a hivatalnak a tájékoztatója, önök se tették föl ezt kérdésként az illetékes irodavezetőnek, igaz, mi se tettük föl, de én szerintem meg kéne kérdezni ezt valóban egyébként az illetékes irodavezetőtől, hogy milyen döntések alapján költöztető egyébként egy bontandó házba, amiről döntés van embereket. Mert pontosan tudja azt nagyon jól, hogy ezt az iroda dönti el egyébként, hogy miért. Lehet, hogy olyan megfontolásból költözhet oda, hogy olyan paraméterrel rendelkező lakás, amit mondjuk azok az emberek kértek, az csak mondjuk a Drégei 12-ben rendelkezik. Én azért viszonylag kis esélyt látnék, de lehet, hogy tényleg van ilyen. De én nem fogom tudni ezt önnek megválaszolni, meg valószínűleg a Takács frakcióvezető társam sem, mert ugye ebben a döntésben nem bizottság dönt, hanem az illetékes iroda. Szerintem, amit egyébként érteni kell és tudni kell erről az egész tömbrehabilitációs folyamatról, az, hogy szóval ez ahogy közeledünk a vége felé, egyre több és egyre nehezebb problémákkal fogunk egyébként szembesülni. Ugye, amikor elkezdődött ez az egész tömbrehabilitáció, akkor 10 000 darab lakása volt az önkormányzatnak. 10 000 lakásnál egy háznak a szanálását lényegesen könnyebb megoldani, mint amikor 2 000 fős a lakásállományunk. Logikusan akkor több lakás is örült meg egy adott évben, tehát nagyobb volt egyébként a merítésnek a lehetősége. Tehát azért itt vannak olyan keresztmetszetek, amelyek nem azért ilyen problémások. Persze, nagyon röviden, többször igen, többször néztem, arra kérem, hogy többször néztem és láttam. Ittam a szavait, a frakcióvezető úr is nem akartam. Szóval akkor befejezem ezt az utolsót, és akkor utána én nem is szólalnék meg, de azt szeretném még így zárásképpen elmondani. Szóval, ahogy beszűkülnek a lehetőségek, tehát a mozgástér, úgy válik egyébként egyre nehezebbé ez a folyamat. Igen, még erre reagálnék én is, és akkor, mert én is frakcióvezető asszonyhoz címezném. Tehát igen, emlékszem a módosítójukra, hogy ugye, ami arról szólt, hogy gyakorlatilag a Drégei 10-12-ből, illetve a Haller 54-ből. A költségvetése gondolok. Ja, igen, azt nem tette hozzá, azért most hirtelen, igen, még azt hittem az előterjesztésről van szó. Azzal az volt a probléma, tehát értem, hogy mi volt a mögöttes szándék, viszont az volt a probléma, hogy azzal becsuktuk volna az összes többi házban lakó ember elől azt a lehetőséget, hogyha szeretnék, akkor ők vissza tudják adni a lakásukat. Tehát én is egyetértek azzal egyébként, hogy a Haller 54-ből ki kellene már költöztetni a lakókat, illetve ez igaz a Drégei 10-12-re, de szerintem a képviselőtestület egyetlen egy tagja sem vitatja ezt. Viszont sajnos tényleg azt látni kell, hogy jelenleg nincs lehetőségünk, bár tényleg megteszünk mindent, hogy legyen. Viszont
nem tartom úgy, hogy emiatt a helyzet miatt a többi házban lévő ember elől el kéne zárnunk azt a lehetőséget, hogyha szeretnék, akkor ők is vissza tudják adni a lakásukat. Akkor most kezdjük el. Tehát ugye az egy módosító javaslat volt a költségvetéshez. Ugye azt akkor a testület leszavazta, hogy az azonnali kiürítés megtörténjen, miután mi a ugye ez a két háznál derült ki az életveszélyes állapot, ugye mi ezért tettünk javaslatot erre a két házra. Azért úgy megjegyzem, tehát nem nagy, legalábbis a mi frakciónknak nincs nagyon rálátása arra, hogy egyébként a szemrevételezésen kívül milyen műszaki paraméterek vannak a többi háznál, mert ugye erről nagyon a felmérések azok régiek, tehát hogy most az aktuális állapot, milyen a többi önkormányzati háznak, azt látjuk, tehát azért azt látjuk, tehát azt nem lehet mondani, hogy nem látjuk, csak nem tudjuk, hogy ez melyiknél mi a helyzet. Ez az egyik. Ugye mivel az a módosító javaslat leszavazásra került, ezért döntött úgy a frakciónk, hogy akkor egy előterjesztés készüljön belőle, valami megoldás szülessen. Arról pedig, hogy az iroda hova költöztet lakókat, sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy nem tud nagyon más tenni. És megmondom, hogy miért nem. Ha azt a bizonyos beszámolót a 2022. évi tevékenységről elolvassa, és ott megnézi a táblázatokat ott a 136. oldaltól nagyjából a beszámolóban, akkor látni fogja, és a számokat összeadja, hogy jelen állás szerint 40 darab lakás alatt van az üres beköltözhető lakásoknak a száma, ami nagyon kevés. Nagyon kevés, tehát nincs lehet, hát könnyen előfordulhat, de fogjuk a melegre, az, hogy véletlenül egyetértünk. De én azt gondolom, hogy stratégiai dolgokban nincs közöttünk nagy különbség, mert én azt gondolom, hogy mindannyian olyan képviselők vagyunk, illetve frakcióvezetők, akik elsősorban kerületi dolgokért felelősek, és azért szeretnének felelősek lenni. Ugye nincs elég lakás, ez a 18 lakás, ez nagyon jó, hogy legalább ennyi 4 év alatt, én azért ezt nagyon jó hírnek nem mondanám, én szomorúnak mondanám, hogy 4 év alatt 18 új lakás fog épülni, és akkor én kinyitnék egy másik Pandora szelencéjét, és elnézést kérek, a lakáspályázatok. Nagyon fontosak a lakáspályázatok, de lehet, hogy most ebben a helyzetben talán át kellene gondolni azt, hogy mennyi lakást írunk, vagy teszünk oda a lakáspályázathoz, és mennyit teszünk oda a rehabilitációhoz. Sándor azt ígérte, hogy nem szólal már meg, de látom, hogy nagyon szeretne megszólalni. Lakáspályázat, az tényleg minden, egy következő közéletnek. Így van, egy következő, mert most úgyis döntés lesz majd róla, és azt szerintem tartogassa a patronjait a következőre. Mindenesetre én annak örülök, hogy így a végére végül is elhangzott ez a szó, hogy egyetértés. Tehát, hogy van, hát alapvető dolgokban azért vannak olyan pontok, amiben mi azt gondolom, mi együtt tudunk érteni. Tehát ez... Hát csak akkor vagyok morcos, hogyha olyanokat mondom. De Sándor, ön örökké morcos, tehát ezt mi már tudjuk kezelni, a nézőknek még furcsa lehet. Mindenesetre bízom benne, hogy most a nyáron mindenki fog pihenni egy kicsit, legalább, és akkor szeptemberben jövünk, illetve nyilván, hogyha júliusban lesz bármilyen történés, esetleg rendkívüli ülés, akár a lakáspályázatokkal kapcsolatosan lesz bármilyen hír, akkor jelentkezni fogunk. Állunk rendelkezésükre. Köszönjük szépen, hogy itt voltak ma is, és akkor kellemes nyarat kívánunk addig is önöknek is, meg természetesen a nézőknek is, amíg majd legközelebb jelentkezünk. Viszontlátásra!